A Budapest után szeptemberben zajló nemzetközi eukarisztikus kongresszus tiszteletére ajánlották zarándoklatukat a 11. Fairbit résztvevői. A Ferences biciklitúra résztvevőinek zöme Torockóról indult Csíksomjóra, de sokan csatlakoztak hozzájuk Hargita és Maros megyéből. A zarándoklat a csíksomjói Nyeregben szentmisével ért véget, melyre lovas és motorkerékpáros zarándokok is érkeztek. Együtt érkeznek a biciklisek a csíksomjói kegytemplom előtti térre. Közülük 85-en 240 kilométert tekertek Torockótól Csíksomjóig. Sokan az utolsó nap csatlakoztak a Fairbites zarándokokhoz. Vágytam már a találkozókat. Miért? Szeretem a bicikliket. Gyermekkorom óta minden évben itt vagyok, a csíksomjói szűzanyához jövünk. Természetesen kérni az ő segítségét, hiszen nála nélkül nem lehet eredményesen dolgozni, nem lehet eredményesen munkálkodni. Az az idő alatt az ember elmékedik is, kikapcsol, stresszoldó. Hát szeretem amúgy a társaságot is, szeretek társaságba lenni, csoportokkal menni. A Fairbit vezényszavára fotózkodtak a Nyeregbe érve a hármas halomoltár színpadon elhelyezkedő zarándokok, közöttük Böjte Csaba és Főce Bonaventura, ferences szerzetesek is. Engem is Bonaventura testvér meg Máriusz bíztatott. Az elején csak azért mentem ki Torockóra, hogy integessek, azt elkísértem őket ezen a hosszú úton. Nagy élmény volt. Én meg vagyok győződve, a határok bennünk vannak, nem körülöttünk. És ha egymást tudjuk bíztatni, lelkesíteni, bátorítani, akkor ezeket a határokat az ember ki tudja tágítani, át tudja törni. A társaikat is irányítsák. Köszönöm. A szentmise előtt megérkeztek a motoros zarándokok is Bátor Botond Pálos szerzetes vezetésével. Minden augusztus első vasárnapján mindenkit meghívunk, hogy Nyeregbe fel. Hagyományos zarándoklat lesz mostantól a Fairbit, jelentette be a kezdeményező Bonaventura testvér. Az augusztus 1-én tartott porcimpula búcsú a Szent Ferenc rend legnagyobb búcsúja. Én arra bátorítalak benneteket és mindenkit, aki itt van, hogy találkozzatok, találkozzunk évről évre és sokasodjunk. Csíkszered a polgármestere üdvözölte a kezdeményezést, majd szentmisén vettek részt a Nyeregbe sereglett emberek. Az idei zarándoklatot a szeptemberben Budapesten sorra kerülő nemzetközi eukarisztikus kongresszus tiszteletére ajánlották fel.